Szeretettel köszöntünk mindenkit, diáktársainkat, tanárainkat, gyülekezetünk és városunk vezetőit, akik megtiszteltek bennünket jelenlétükkel ezen a mai rendezvényen. Iskolánkban egy 3 hónapos projekt keretében emlékeztünk meg Kodály Zoltán születésének 140. évfordulójáról minden osztályban. A projekt során az ének, rajz és technika órákon foglalkoztunk Kodály Zoltán életével és munkásságával, melynek eredményét szeretnénk ma bemutatni. Bemutatáshoz az 5. és 6. osztály 4 tánc órákon tanult Székely Verbunk előadásával kapcsolódik majd. Előadásunk után szeretettel ajánljuk megtekintésre a plakátokon elhelyezett munkáinkat is az aulában. A színpad dísze egy hímzett kottasor, melyet az első osztályosok készítettek. A kotta Kodály magyar miséjéből idéz egy rövid részletet a második tétel kezdő ütemeit, melynek szövege így karácsonyhoz közeledve különösen aktuálissá válik. Dicsőség a magasságban Istennek. Műsorunk kezdetén hallgassuk meg Kodály Zoltán magyar miséjének második glória tételét. Pedig hiába, ő érte jön el a királyfi, csak az ő lábára illik a cipő. Éppen ezért
Kodály Zoltán több egyszerű dalt is írt kortársai gyermekverseinek megzenésítésével. A Kis emberek dalai című kötetéből mutat be iskolánk énekkara 4 dalt. Jön a kocsi, most érkeztünk, Györge nagyon elévedtünk, gyerek a sarásztunk, fásztunk, na de kicsit endótáztunk, gyegeny meg fa, ingó, bingó, rajta ül egy az ott hordó, keregeti csapszott tollát, keserűli hordó voltát. Mackó, rumbó, hír, bungurgum, bundám, rongyos, ezért morgó, elvallagott a szabót, de a szabó pénzért boldog. A mackónak nincsen pénze, elköltötte a kázmézre. Szegény mackó, mi lesz vele, hogyha megjön a nagy hír. Mit kellene tenni? Az iskolában úgy tanítani az éneket és zenét, hogy ne gyötrelem, hanem gyönyörűség legyen a tanulónak, és egész életére beleoltsa a nemesebb zene szomját. Sokszor egyetlen élmény egész életére megnyitja a fiatal lelket a zenének. Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni. Ezt megszerezni az iskola kötelessége. Gyermekkarok 1929. Első osztályos tanulóink népi gyermekdalokat, gyermekjátékokat és egy Kodály dalt adnak elő. Mert játszani és énekelni jó. Fogadjuk őket szeretettel. Piacon, a mátáról egy asszony.
Örvend pannonia szökke egy virágba, ezentől én vagyok a te mosolygó lelked, én állok kicsineid ágya mellett, lépteinket az én dalom fogadja és csalogatja. Folyton magasabbra, mint a sziklám vérnyom a vadászt, ki engem hallgat már bölcsőjében is tovább, szándéka, ellen is színik telik. Szándékommal s nem állt okot haragra, itt minden szívet én vettem magamra, kezem között melengedem, és rám tapad nem földi asszony illat bélyege. Itt minden lépést én vettem magamra, alája körtül vérem szőnyege, árát megadtam, örvend szökkeny virágba, a kóbor széltől elragadtalak, hogy tiszta szálból szőjem a jövődet, sorsod vagyok és sorsod az enyém. Második osztályos diákjaink két Vörös Sándor verset fognak előadni. Kodály Zoltán megzenésítésével, valamint két népi gyermektől. Fogadjuk őket szeretettel. Járjunk táncot, ribegő ropogot, felhő fordó, ribegő ropogot. Járjunk táncot, ribegő ropogot, felhő fordó, ribegő ropogot. Árok szélén húz a szárnő, szomszédunkban kicsi lányő. Olvasnak fel hetedikesek a gyűjtésükből, melyet előadás után meg is tekinthetnek a kiállításon. Kodály Zoltán személyében itt egy nagy zeneköltő, aki most tanítja énekelni a magyar nemzetet. Tóth Aladár, Pesti Templom, 1931. Kodály hangja a zenében Magyarország hangja, Artur Liszt. Nem azért becsülöm Kodályt, mert a barátom, hanem azért lett az egyetlen barátom már, mert a legjobb magyar zenész. Bartók Béla. Csodálatos mű ez a Zsoltár, talán a legbevégzettebb, remek, amit a magyar muzsika eddig alkotott Magyarország című lap. Erre a székelyföldi gyűjtésre csak hamar felfigyelt a kitűnő Bartók Béla. Eljött hozzánk és megmutatta, de csak hamar tökéletesítette a fonográfus gyűjtés módját. Bartókhoz csatlakozott Kodály Zoltán nem kisebb hivatottsággal és nem kivendüléssel. Oda kölcsönöztem neki a fonográfot Petőfi szellemében. Mitén nem egészen dicstelenül kezdik, folytasd te, barátom, teljes dicsőséggel.
Mikán Béla. Majd Bartók Bélának és Kodály Zoltánnak köszönhetjük, hogy egyedülálló gyönyörű népdal kincsünk nem veszett el a feledés homályában, hanem ma sokak által ismert lehet. Kodály Zoltán munkásságának köszönhető az is, hogy az iskolában ma ezeket a szebbnél szebb dalokat tanulhatjuk énekórákon. Harmadikos diákjaink Kodály Zoltán és Bartók Béla által gyűjtött népdalokat fognak előadni. Mondja, kukora, lyuka mondja, kukora.
értékelje a népi dalkincsét. Többek közt ezért is alkotta meg két daljátékát, a Székelyfonót és a Hári Jánost. A harmadik osztályban ez utóbbi művel részletesen is megismerkedtünk, és ennek kapcsán készítették el a gyerekek a gyurma figurákkal kiegészített forgó színpadot, mely szintén megtekinthető a kiállításon. Minden népnek van egy seregnépdala, amely oktatásra kiváltképpen alkalmas. Ezeket jól kiválogatva a népdal lesz a legmegfelelőbb tananyag, hogy rajta a gyermekeknek az egyes zenei elemeket bemutassuk és tudatosítsuk ezeket. Mielőtt más népeket akarunk megérteni, magunkat kell megértenünk. Semmi sem alkalmasabb erre, mint a népdal. A népdal szerepe a zenei nevelésben 1966. A negyedik osztály előadása következik. Az előadott népdalokat Kodály Zoltán gyűjtötte, és az egyik dal ezek közül szerepel a Hári János című daljátékban is. Harmadik István, az ilyen hitről.
diákjaink a projekt keretében egy mese zenekart színeztek, mely megtekinthető a kiállításon. A hatodikos munkájáról Cili Lehel számol be. A 6. osztályban részletesen tanultunk Kodály Zoltán életéről és munkásságáról. Életrajzát összefoglaltuk egy gondolattérképen, munkásságát és fő műveit pedig szófelhőkben. Az órákon megismert, illetve néhány más jelentős zeneművét QR kódba foglaltuk, melyek YouTube linkeket tartalmaznak, ahol meg lehet ezeket hallgatni. Összegyűjtöttünk néhány idézetet is tőle. Mindez megtekinthető a kiállításon elhelyezett tablókon. Osztályunk munkájának bemutatását hadd zárjam egy jól ismert Kodály idézettel. Lehet élni zene nélkül is, a sivatagon át is vezet út, de mi azt akarjuk, hogy az ember ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos réteken. Első hangszeremet magam készítettem. Alig 4 éves koromban elvettem édesanyám nagy szűrőkanalát, lyukain madzagokat húztam keresztül, és azokat a kanál végéhez erősítettem. Ezeken a hurokon gitároztam, és közben rögtönzött dallamokat énekeltem hozzá, mondta 1950-ben Kodály Zoltán. Ő élete során több hangszeren is megtanult játszani. Nálunk az iskolában az alsósok furuljázni tanulnak. Most hallgassuk meg először az első, azután pedig a második és harmadik osztályosok furulja a játékát. Az elsősök népi gyermekdalokat, a második és harmadik osztályosok Kodály Zoltán által megzenésített gyermekverseket fognak előadni. Az előadás során nem mindenki fújja a furuját. Van, aki énekel, miközben az ujjait igyekszik a megfelelő módon használni a furuján. Ilyen módon tanulnak az órákon, énekelnek, utánoznak, furujáznak, s mindenki halad a maga tempójában. Aki már ügyesen tudja fogni a hangokat, fújja is a furuját. Akinek még gyakorolni kell, az énekel és közben próbálgatja a furásokat. Thank you.
magyar népdal nem csak pusztán a falusi élet visszhangja, hanem az egész magyar lélek tükre, mondta 1929-ben Kodály Zoltán. Ötödikeseink azt igyekeztek összegyűjteni, hogy mely településeken talált erre a visszhangra Kodály. A tankönyveket végignézve kigyűjtötték, hol gyűjthette az adott népdalokat Kodály, és ezeket a településeket egy online térképen meg is jelölték. Kiállításunkra készítettek egy internet nélküli kézzel fogható térképet is a Kodályhoz köthető települések neveivel ellátva. A 8. osztály feladata rejtfények készítése volt Kodály Zoltán életével kapcsolatosan. Az elkészült rejtfények a kiállított tablon megtekinthetője. A QR kódot beolvasva belőlük néhány online is játszható. A 8. osztály munkáit Zsuzsa néni egészítette ki, hogy minél sok rétűbb legyen a rejtfénytár. Százhangú orgona a magyar népzene. Mindenre van hangja a szelíd tréfától a tragédiáig. Most műsorunk zárásaként tekintsük meg az ötödik és hatodik osztály néptáncát. Születésének 140. évfordulója alkalmából. Kérjük, ne siessenek el, szálljanak még egy kis időt a kiállításunk megtekintésére is. Áldás békességet!